persze, hogy fontos. Hát mindenki úgy zavarában nem tud mit mondani, és akkor kitalál valami, ami peg eszébe jut, hogy hát, köszönöm a feleségemnek, meg minden feleségem azt mondta, de hogy Isten, eszembe jut valami ilyesmit mondani, annó, akkor elválik. Beleborzongok, hogy kik viselték ezt a díjat, akkor hát bizony az ember úgy meghatódik. Ami gyakorlati lehetőség volt építészetben, az a panelépítészet volt, vagy előre gyártott építészet, erősen pártmotivált volt. Egy kicsit szabadabb terület volt a családi házas építés, ugye, de ott meg annyi tragédiát láttam, mert hát okos embereknek elmegy az agyuk, amikor a házat építenek. Szóval egyszerűen nem hiszik el, hogy az annyi az annyi. Hát maradt a műemlékvédelem, itt is jó nagy kókuszokat kaptunk a koponyánkra, mert hát persze mást akartunk, mint volt. A mi filozófiánk nem stimmelt bele, mert ezek ilyen tudománycentrikus históriák voltak. Mi meg azt mondtuk, hogy sajnos nem lehet egy műemléket fenntarthatóvá tenni, akkor, hogyha a közösség nem tudja használni. Ki kellett találni valami metódot, ami populárissá teszi, és akkor hirtelen ez jutott eszembe, hogy ez a megoldás. Ha ezt az érzést visszaadod az embernek, a közönségnek, ezt a felfedezés érzését, a kincskeresés örömét, vagy találás örömét, akkor egészen másképp áll ahhoz a térdig érő romhoz is, mert hiszen fetisizálja a hozzáfűződő, hát emocionális tartalmak miatt. A fiatal szeret meg tud is segíteni, mert az őt minősíti. Ráadásul ők a jövő záloga is, mert tiszták, őszinték, és a hibájukból is erényt lehet csinálni, mert a hibájuk csak a tapasztalatlanságukból fakad. Én mindig azt mondom, hogy a professzori lét az, hogy olyanokat neveljek, akik jobbak nálam. Hát ha ugyanolyan, csak akkor nem csináltam semmit. Egyetemet alapítani, az királyi szórakozás. Tehát ugye itt utoljára, ha jól emlékszem, Nagy Lajosnak sikeredett ez. Hát ezt úgy egyedül nem megy, ahogy a nóta is mondja. És a 25 Kossuth és Ybl-díjas odaadta a műhelyét, a műtermét, és elkezdtük. Hát elég egoistának tartott építészek, nagy ügyért, hogy össze tudtak fogni, és még a mai napig is segítik így ezt az oktatást. Ez nagy dolog. Ez egy gyönyörű város, ez egy fantasztikus. Én elég sok helyen voltam már. Mindent tud ez a város. Szóval ez valami hihetetlen gazdag, és tulajdonképpen ez is a baja, hogy annyi kincse van, rengeteg olyan fejlesztést kéne csinálni, ami komplexé teszi az egészet. Rengeteg olyan nem építészeti tennivaló is lenne, amellyel hát ezekkel jobban tudnánk sáfárkodni, ezekkel a kincseinkkel. Nyávogunk, de azért a belső békét kell megtalálni. Azt a belső békét, ami kiegyenlíti ezeket a mindennapi iszonyú kaotikus zavarokat, mert vannak. De hát mindig volt. De hogyha ezt a belső békét elérjük, és ez főleg az alázat hiánya, ami ezt talán nehezíti, el kell hinnünk, hogy az a kevesebb is elég. Tulajdonképpen az építészet lényegtelen, az emberek a fontosak. Az élet olyan nagy dolog, hát mostanában eléggé megtapasztalom a szélét, hogy ennél nincs nagyobb dolog a világon.
és valahogy ezt veszítjük el a mindennapok során a rangsorunkban, és feláldozzuk ezt kis marakodások kedvéért, teljesen absztrakt hülyeségekért. Hát például mondok egy statisztikát, hát ettől kinyúltam. 43% magyarnak nincs barátja. Hogy ne legyen egy hely, ahol kisírhatod a bánatodat, vagy pedig ihatnál egy fröccsöt az örömödre. Hát ez nem pénzkérdése végső soron, ez tragédia. Hát megbántam azt, hogy egy, nem voltam eleget a családommal, az fájni fog. Nem néztem meg jó része az életet, nem értékeltem, két végén égettem a gyertyát, ugye. Ez gond egyszer, tehát ez egy nagy hiányérzet, és szégyellem is magamat miatta. Nagyon kevés épületem valósult meg, pedig én még a sikeresek közé tartozom ilyen értelemben, és főleg azok az épületeim nem valósultak meg, amelyek szociális töltetőek. Oktatásban talán ott értem el. Hát, ha nem is azt mondom, hogy 100%-ban, de igen, nagy megvalósulási sikerrel az elképzeléseimet. Ott vannak az utódok, tehát már ők ott ülnek. Na most ez nagy siker. Nekem ez lenne az álmom, még azért imádkozom, hogy legyen még egy kis időm, hogy egy ilyen boldog egyetemet szeretnék látni. Ami még nem valósult meg, és ez már nem is fért bele az eredeti én elképzelésembe, az a nemzetköziség. Tehát nektek a fiataloknak már csak ez marad.